több művész, több magyarországi településről érkezett és elhozta a műalkotását. Október 9-ig tekinthető meg a Pacsai Művelődési Házban a Pacsa Art Projects idei képzőművészeti kiállítása, a The Line Project. Az orosz és magyar művészek olyan munkákat mutatnak be, amelyeket a Zalai táj ihletett, és amelyeken vonalrajzolási technikával mutatják be a természetes vonalakról alkotott meglátásukat. Az idei kiállítás bővült a tavalyihoz képest, több kiállító jött, számtalan magyar településről, Budapestről is, és elsősorban ugye a helyi pacsai ingatlannal rendelkező orosz művészek kiállításáról van szó, de ezen kívül az idei kiállítás felkeltette az üzleti körök érdeklődését is, és Oroszország magyarországi nagykövetségéről is többen hivatalos formában látogattak majd hozzánk. Oroszország üzleti nagykövete egyúttal, mint a kiállítás egyik támogatója volt jelen a megnyitón, és kiemelte, hogy a kultúra és üzleti világ együttműködése kiemelkedő jelentőségű. Úgy vélem, hogy az üzleti világ muszáj, hogy segítse a sportokat, a kultúrát, a festőművészetet. Oroszországban is ezt tettem, és nagyon szeretném ezt a vonalat Magyarországon is továbbvinni. Különösen jól esik, hogy egy ilyen eseményt nem csak Budapesten rendeznek, hanem egy ilyen pici és aranyos városban is, mint Pacsa. Ugyancsak Pacsa inspiráló hatására hívta fel a figyelmet az eseményen résztvevő művészeti akadémikus is. Én azért jöttem Pacsára, mert ez a helyszín annyira gyönyörű. Megfogott a csodálatos környezet, ami körülöleli a várost. Itt lehet alkotni, itt lehet festeni, mindent lehet. Magyarországon megmaradtak azok a tiszta, kicsi városok, ahol lehet szépen élni és alkotni. Az orosz művészek ötlete alapján Szeretett Városod tájai címmel a Pacsa Art Projects és Pacsa Város Önkormányzata fotópályázatot hirdetett a város lakói számára. A pályázatra Pacsáról készült tájképpel nevezhettek kicsik és nagyok egyaránt. Az első három helyezett az orosz művészek támogatása által pénzjutalomban részesült. Az első helyezett általános iskolás fiú azért nevezett, hogy unokaöcsét megajándékozhassa. Hogy jól érezzem magam, meg az árulnak egy szenzort venni. A nyertes tájkép egy vadászlest mutat be, amelyhez Vitéznek számos emléke fűződik, mivel azt édesapja készítette neki. A The Line projekt alkotásai, illetve a Szeretett Városod tájai pályázatra beérkezett fotók október 9-ig tekinthetők meg Pacsán a Művelődési Házban.